Tessék a Jézus Krisztus! Testvérek, a mai napon, ahogy mondtam korábban, itt az évközi idő vasárnapjain egészen a nagybőti időig, ilyen hit témákat fogok körbejárni, különböző teológiai témákat, mert én hiszem, hogy a keresztény katolikus embernek egy kicsit a teológiában otthon kell lennie, az Isten tudományában otthon kell lennünk, hogy megismerjük, hogy amit hiszünk, azt miért hisszük. És kérem szépen, a mai témánk egy, hát eléggé száraznak tűnő téma, hogy kérem szépen a türelmet hozzá egy kicsit, hiszen a Szent Háromságról óhajtok beszélni. És ugye a történethez hozzá tartozik, hogy hát maga a Szent Háromságnak a tanítása, ez egy nagyon bonyolult téma, ez nagyon szerteágazó, rengeteg féle fajta módon el lehet indulni. Én alapvetően a biblikum talaján szeretek elindulni, a Biblia tanítása alapján. Hát ha megnézzük a Bibliának a tanítását, a Szent Háromság, kérem szépen, nem azzal kezdi a Biblia, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Ugye a Teremtés könyve az nem így kezdődik, hogy na, a Szent Háromság nevében elkezdjük. Hát, mint amikor egy családban megszületik egy gyerek, és akkor az elején nem azzal kezdik etetni, hogy na, egy kis töltött káposztát, meg egy kis szalonnát, egy kis hagymával, mert nem tudja megenni szegénykém. Hanem egy kis anyatej, aztán majd már úgy egy kis pépes, aztán már lassan, szépen, a végén meg már a csíketszomot is tudja falni. A Biblia is ilyen. Nem azonnal a teljes tanítással kezd, hanem szépen, apránként adagolja az embernek, szépen darabonként, hogy majd a végén, amikor elér Jézus Krisztushoz az idő, akkor ott már ki tudjon teljesedni, és Jézus már egy olyan tanítást tudjon lerakni az asztalra, ami fedi az Istennek az igazságait. És ha a Szent Háromság tanításáról beszélünk, akkor onnan kell indulnunk a Teremtés könyvéből, milyen megdöbbentő mód, érdekes, hogy már a Teremtés könyve is utal a Szent Háromságra. Már emlékezzünk csak rá, amikor megteremti az Isten az embert. Nyugodtan keressék meg a Bibliát, kinyitják, Teremtés könyve a legelső könyv, utána olvasunk, hogy mondja az embernél, teremtsünk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. Többes számban beszél az Isten. Mondjuk mondják hittudósok, hogy ez még nem alapvető jele a Szent Háromság tanításának, hiszen ez ugyanúgy lehet fejedelmi többes is, mint ahogy a király is azt mondja, hogy kihirdetjük ezt és ezt a törvényt. De érdekesebb jel már ennél, amikor azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Szintén Teremtés könyve. Vagy azt mondja a Szentírás, hogy ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, mondja a kígyónak. A te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ugye már beszél a megváltóról. És ahogy halad a Szentírásnak a könyvei, szépen haladnak sorba-sorba egymás után, úgy teljesedik ki a Szent Háromságról szóló tanítás. Beszélhetnék itt a csontmező látomásról, amikor Illés próféta azt a sok-sok csontot meglátja egy kiszáradt mezőn, és elkezd beszélni, és a csontok közelebb húzódnak egymáshoz, ín kerül rá, hús kerül rá, bőr kerül rá, és a végén felegyenesednek, de nincs bennük lélek. És az Isten lelke, Szentírás, hogy szél támad, és életre kelnek. Hát kérem szépen, a Szent Léleknek a jele általában ugye a szél. Emlékezzünk csak Pünkösd ünnepén, amikor eljön a Szent Lélek. Mi történik? Szélvihar támad, az emberek pedig fölnéznek, mi történik? És ott az utolsó vacsora terme mellett összegyűlnek több százan, több ezren, és hallják, hogy a tanítványok elkezdenek prédikálni. Az Úr Jézus Krisztus mikor eljön? Emlékezzünk csak, amikor megkeresztelkedik a Jordán vizében, keresztelő Jánosnál. Ott van a fiú a vízben, ott van az Atya szózata az égből, és a Szent Lélek, ami galamb képében rászáll Krisztusra. Hát kérem szépen, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek három külön személy. Három külön lényeg. De mégis a belső valóságuk egy és ugyanaz. Hogy mondja Krisztus? Én és az Atya egy vagyunk. Ugyanolyanok vagyunk. Vagy, hogy mondja, senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú. És akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Hát testvérek, a Szent Háromság tanításában ezek nagyon fontos bibliai helyek, mikor Krisztus azt mondja, elküldöm nektek a vigasztalót. Vagy parancsba adja János evangéliuma, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem azt mondja, hogy az Atya és a Fiú nevében, vagy az én nevemben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három személy egy szinten van, ott van Krisztus parancsában. És milyen szomorú, hogy itt vannak például, itt járnak itt a faluban, és tudom, Tiszavidre is járnak, gyerekek elmondják az iskolában, Tiszavidre is járnak ezek a idióta Jehova tanúi. És hirdetik, meg elmondják, mondják az embereknek, hogy Krisztus nem Isten. Hát tudom, mert ismerem a tanításokat. Hogy Krisztus nem Isten. Krisztus csak egy nagyszerű ember, egy ügyes, nagyon ügyesen dolgozó ember. Hát de ha Krisztus nem Isten, akkor hogy a manóban mondja azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére kereszteljétek meg őket? Ha ő maga nem Isten, hogy váltott meg bennünket? És testvérek, ez olyan tanítás, amit tudnunk kell, hogy igenis a Szent Háromság egy Isten, három különböző személyről szóló tanítás, aminek a három különböző személynek a lényege mégis egy, az isteni valóság. Valahogy olyan, mint az ujjunkon a kezek. Bocsánat, fordítva, a kezünkön az ujjak. Ugye van öt ujjunk, mind az ötnek különböző funkciói vannak. De a forrás, a benne lévő vér ugyanaz. És testvérek, amikor a Szent Háromságról beszélünk, ezzel tisztában kell lenni, hogy amikor én keresztet vetek a Szent Háromság dicsőítésére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akkor én megvallom a Szent Háromságot. Nézzük meg a hitvallásunkat. Hiszek az egy Istenben. Hiszek Jézus Krisztusban, hiszek a Szent Lélekben. A Szent Háromság megvallása a hitvallásunk. És amikor a Szent Háromságról beszélünk, ez egy nagyon fontos dolog, keres esvérek, nehogy azt higgyék, hogy meg tudjuk érteni. Nem tudjuk mi megérteni a Szent Háromságot. Képtelenek vagyunk rá. Mint ahogy egy literes kancsóba nem fér bele 2 liter víz. Még amikor a mennyországban leszünk, már ha eljutunk oda, azért ugye igyekszünk, de azért, ha ott leszünk, akkor sem fogjuk érteni a Szent Háromságot. Mert az Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek végtelen. Mi meg végesek vagyunk, kis pontok. És testvérek, nem kell nekünk megérteni a Szent Háromságot, ebből ez következik. Nem kell nekünk 100%-ig tudni. Még 1%-ban sem fogjuk tudni. Nekünk hinni kell a Szent Háromságot. Hinni azt, hogy valóban létezik az Atya, aki megteremtette ezt a világot, aki elindította ezt a világot. Olyan érdekes, manapság nagy vita zajlik azon, hogy hát most akkor kiteremtette a világot, és mondják a tudósok, hogy hát a világ az valójában az anyag, amiben élünk, amiből mi vagyunk, az örökké való. Ugye az anyag nem vész el, csak átalakul. Mássá. Hát de kérem szépen, ha az anyag örökkévaló, hát az nem bizonyítéka az Isten létének? Hát pont, hogy bizonyítéka az Isten létének, mert hogy lehet az anyag tudat nélkül örök? Csak úgy, nagybüdös semmiből. Hát nem pont az volna a bizonyíték, hogy valakinek ezt meg kellett alkotnia, bele kellett rakni, mint csírába, az Atya a Teremtő, aki megteremtette ezt a világot, és aki akaratával fönntartja ezt a világot. A Fiú a Megváltó, aki eljött közénk, aki ember lett. A Biblia szavai szerint és a történelem tényei szerint is, hiszen nagyon sok történelmi irat is utal arra, hogy valóban létezett egy Krisztus nevű ember, akit Poncius Pilátus, aki egy valóban létező történelmi személyiség, Poncius Pilátus valóban megöletett. Hogy valóban létezett Heródes, aki Betlehem környékén gyerekeket gyilkoltatott. Ezek történelmi tények. És testvérek, a Fiú a Megváltó, aki valóban létezett. És ha az első kettő létezik, az Atya a Teremtő, a Fiú a Megváltó, hát akkor miért pont a Szent Lelket hagyjuk ki a sorból? A Szent Lélek, aki betölti
elindítja az egyházat, feléreszti az egyházat. A Szentlélek, aki életre keltő, aki ott van pünkösd napján, aki ott van a mi szívünkben, megjelenik, ő is itt van köztünk a Szentmise áldozatban, a Szentlélek Úristen, aki megvilágosítja ezt az anyaszent egyházat. És testvérek, a Szent Háromság tanításából ezeket a minimumokat egy keresztény embernek tudnia kell. Hogy miből magyarázzuk azt, hogy van Szent Háromság. Milyen alapon merjük ezt mi kijelenti, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek három különböző személy, de mégis egy a lényeg. Volt egy másik nagyon érdekes eretnekség, kérem szépen az évszázadok alatt, nagyon sok eretnekség volt. Például ez a Jehova tanúi eretnekség, ezt kérem szépen, ez már több évszázaddal ezelőtt ariánusoknak hívták őket. Tehát ez már, tehát csak mondom, hogy azért nincs új a nap alatt, csak újraforog. Na szóval, volt egy másik érdekes eretnekség, ami azt mondta, az Atya, a Fiú meg a Szentlélek nem három külön személy, hanem egy személy, aki, mint egy színész, váltogatja a maszkokat. Először teremt, aztán új maszkot vesz, megváltó lesz, aztán új maszkot vesz, és szent lélek lesz. Hát, testvérek, éppen ezért is jó, hogy benne van a Szentírásban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Jézus keresztelkedésnél három különböző helyen van jelen. Meg hát mi értelme van annak, hogy színészkedünk? Hát az Atya, a Fiú és a Szentlélekről szóló tanítás, én hiszem azt, hogy itt a mi egyházunkban a maga szép teljességében kiteljesedett és megérthető, vagy legalábbis, bocsánat, megsejthető számunkra is, hogy igenis, amiben engem megkereszteltek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és amiben majd temetni is fognak, az az én hitem, az az én vallásom, az Atya, aki teremtett, a Fiú, aki megváltott, és a Szentlélek, aki megújított. Ezt hisszük, ezt valljuk, ebben élünk. Ezt vigyük haza a szívünkben. Ámen.